Mai videóban egy csípőnyításra alkalmas jóga gyakorlat sorozatot állítottam össze számotokra, ha készen álltok, akkor kezdhetünk is. A mai gyakorlatot balászanával, gyermekpózzal kezdjük. A mellkas a combokon pihen, mindkét karunkkal felnyújtózkodunk a fejünk fölé. Egyenletesen lélegzünk orron be és ki, használjuk az ujjayi légzésünket, és érkezzünk meg a gyakorlásunkhoz. Ha kényelmesnek találjuk, akkor szét is nyithatjuk a térdünket madras szélességre, és úgy nyújtózunk előre, és érkezünk meg ismét gyermekpózba. Egyenletesen lélegzünk. Mély belégzés, és orron keresztül kilégzés. Még egy belégzés, és a következő kilégzésre egy térdelő támaszba jövünk, és vissza eresztjük a csípőnket a sarokra, majd hátra nyújtózunk a karunkkal, kulcsoljuk az ujjakat, és felfelé tekintve jól megnyújtjuk a mellkasunkat, homorítunk, majd kilégzésre a homlokot a térdhez közelítjük, és domborítunk. Mély belégzés, felfelé nyújtózunk, kilégzésre lemerjük, leeresztjük a homlokot, térdünkhez közel, és gömbölyödünk. Mély belégzés, felfelé tekintünk, megnyitjuk a mellkast, majd előre helyezzük a tenyereket, és feltoljuk a csípünket lefelé néző kutyapózba. Jól megnyújtózunk, egyik-másik lábat behajtva, felváltva, bemelegítjük a csípőt, a combhajlító izmunkat, bátran mozogjunk, és melegítsük be az izületeinket, majd lassan, óvatosan lépjünk előre a matracunk elejére, félig felegyenesedünk, kilégzésre mélyen előre hajolunk, majd egy mély belégzéssel felfelé nyújtózunk, a tenyereket összeérintjük, kilégzésre szamasztitihi. Még egy mély belégzés, felfelé nyújtózunk az ég felé, majd kilégzésre mélyen előre hajolunk, belégzésre félig felegyenesedünk, hátraugrunk a deszkapózba, Chaturanga Dandasana, és belégzésre felfelé néző kutyapóz, kilégzésre lefelé néző kutyapózba érkezünk. Ügyelünk az egyenletes légzésünkre, a csípők az ég felé néznek, a vállak távolodnak a fültől. Légzésre a jobb lábunkkal felfelé nyújtózunk, behajlítjuk a térdünket, visszafeszítjük a lábfejünket, és jól kinyitjuk a jobb csípőnket, megpróbáljuk a bal oldal felé tolni, majd belégzésre három körzés az egyik irányba, és három körrézéssel a másik irányba megmasszírozzuk a jobb csípőizületünket. Próbáljunk meg a belégzéssel együtt mozogni. Belégzésre mellkashoz közelítünk, kilégzésre távolítjuk. Majd kinyújtjuk a lábunkat, és előre lépünk a matracunk elejére a két tenyerünk közé. És hogyha megtaláltuk az egyensúlyunkat, akkor feljövünk magas kitörés pózba, ügyeljünk arra, hogy a csípők egy vonalban vannak, a térd és a boka egy vonalban, a hátsó láb egyenes és aktív. Mély belégzés, és orron keresztül kilégzünk. Majd telpeszállásba jövünk, és aztán behajlítjuk mind a két térdünket, ez a goodness pose, és aztán felfelé nyújtózunk a karokkal, kinyújtjuk a lábakat, majd kiengedve a levegőt, behajlítjuk a térdeket, és leeresztjük a karokat, mély belégzésre felfelé nyújtózunk, és kilégzésre leengedjük a karokat, behajlítjuk a térdet. Majd az egyik lábunkat behajlítva, másikat egyenesen tartva, oldalazva
Bemelegítjük a csípőnket, majd visszajövünk középre. Kilégzésre átfordulunk másik lábunkra, és most a bal lábunk lesz behajlítva, és magas kitörés pózba érkezünk meg. A hátsó láb egyenes és aktív, a tenyerek össze vannak érintve a szívcsakra előtt. Kilégzésre visszajövünk deszkapózba, Chaturanga Dandasana, felfelé néző kutyapóz, és kilégzésre lefelé néző kutyapóz. Jól megnyújtózunk egy mély belégzés és kilégzés erejéig. Következő kilégzésre felemeljük a bal lábunkat a magasba, majd behajlítjuk a térdünket, visszafeszítjük a lábfejünket, és az ellenkező irányba toljuk lefelé, és nyitjuk meg a csípőnket, majd körkölös mozdulatokat írva az egyik irányba, majd másik irányba bemelegítjük a csípőízületünket. Ügyeljünk arra, hogy a vállak egy vonalban vannak, és nyújtottak maradnak a karok. És próbáljunk meg a légzésünkkel együtt mozogni. Mély egy belégzés, a mellkashoz közelítünk, majd kilégzésre kinyújtjuk a lábunkat, behajlítjuk a térdünket, előre lépünk az egyik lábbal, másik lábbal, félig felegyenesedünk, mélyen előre hajolunk, majd egy újabb belégzéssel felfelé nyújtózunk, tenyereket összeérintjük, kilégzésre mélyen előre hajolunk, belégzés félig felegyenesedünk, hátraugrunk deszkapózba, Chaturanga Dandasana, felfelé néző kutyapóz, és kilégzésre lefelé néző kutyapóz. Jól megnyújtózunk, mély belégzés, és óron keresztül kilégzés. Kilégzésre a bal lábunkkal oldalt lépünk, és feljövünk telpeszállásba. Mindkét lábfejünk párhuzamos a matracunk oldalával, a tenyereket a csípőre helyezzük, és kilégzésre behajlítjuk a jobb térdet, a bal tenyerünket pedig a talajra helyezzük a két lábunk közé, és jól megnyújtjuk a belső combunk. Túlménynek érezzük ezt a pózt, akkor maradhatunk magasabban, de próbáljuk meg a csípőnkkel megközelíteni a talajt, és érezni a nyújtást. Kilégzésre pedig visszafeszítjük a bal lábunk fejét, és a jobb kezünkkel kifele toljuk a jobb térdünket, és megpróbáljuk minél közelebb vinni a csípőnket a talajhoz, és megnyújtani a belső combunkat, a vádlinkat. Próbáljunk meg továbbra is mélyen, egyenletesen lélegezni, óron keresztül, majd kilégzésre visszajövünk középre, a tenyereket ismét a csípőre helyezzük, és kilégzésre most pedig a bal térdet hajlítjuk be, és a jobb tenyeret helyezzük a két láb közé, és jól megnyújtjuk a belső combunkat, a lábfejek még itt párhuzamosak a matracunkkal, egyenletesen lélegzünk, mély belégzés, majd kilégzésre elfordítjuk a lábfejet és visszafeszítjük, a bal kezünkkel kifele toljuk a bal térdünket, és megpróbáljuk minél mélyebbre vinni a csípőnket. Használjuk ki ennek az ászanának a jótékony hatását, még mosolyoghatunk is a jobb hatás elérése érdekében. Még egy mély belégzés, óron keresztüli kilégzés, és feljövünk középre ismét terpeszállásba, most pedig oldalsó középtartás, majd előre lépünk a matracunk elejére, mély belégzéssel felfelé nyújtózunk, összeérnek a tenyerek, Samasthitihi. Még egyszer felnyújtózunk az ég felé, majd kilégzésre mélyen előre hajolunk, belégzésre félig felegyenesedünk, majd hátraugrunk deszkapózba, felfelé néző kutyapóz, és kilégzésre lefelé néző kutyapózba jövünk vissza.
jól megnyújtózunk, aktívak a lábak, a csípő felfelé néz, és a vállakat távolítjuk a fültől. Majd felemeljük a bal lábunkat, előre lépünk a két tenyerünk közé, lehelyezzük a bal térdünket a talajra, és aztán a mindkét tenyerünket a jobb térdünkre helyezzük, és megpróbáljuk eltolni magunkat. Jól megnyitjuk a bal csípőhorpaszunkat, ügyeljünk arra, hogy a térd és a boka egy vonalban van, a hátunk egyenes, és a csípők egy vonalban vannak. Még egy mély belégzés, és a következő kilégzésre a talajra helyezzük a bal tenyerünket, a jobb kezünkkel felfelé nyújtózunk, és a jobb csípőnket pedig kifelé toljuk a matracunk oldala felé, és a külső talpéllel támaszkodunk meg. Jól kinyitjuk a mellkast, és a jobb kezünk irányába nézünk felfelé. Kilégzésre visszahelyezzük a tenyereket a talajra, és aztán kilégzésre visszatoljuk a csípőnket, visszafeszítjük a jobb lábfejünket, és ráhajolunk a jobb lábunkra, közelítünk a sípcsonthoz. Ügyeljünk arra, hogy a hátunk egyenes marad, tehát ha valakinek ez túl mély, akkor nyugodtan kinyújthatja a kezét. A lényeg, hogy egyenes maradjon a hát. Majd felemeljük a jobb térdünket, visszajövünk deszkapózba. Chaturanga Dandasana, felfelé néző kutyapóz, majd kilégzésre lefelé néző kutyapóz. Ismét jól megnyújtózunk egy nyúl, belégzés és kilégzés erejéig, majd felnyújtjuk a bal lábunkat, előre lépünk a két kezünk közé, a jobb térdünket lehelyezzük a talajra, majd mindkét tenyerünket a bal térdünkre helyezzük, és távolítjuk a térdet a mellkasunktól. A csípők továbbra is egy vonalban vannak, és a térd a boka alatt helyezkedik el. Egyenes a gerincünk, és egyenletesen lélegzünk óron keresztül. Hogyha kényelmes, egy kicsit hátra is hajolhatunk a gerincünk felső részével. Még egy mély belégzés, és aztán a következő kilégzésre a jobb tenyerünket lehelyezzük a talajra, a bal kezünkkel felfelé nyújtózunk, és a térdünket pedig kifelé toljuk a matracunk bal oldala felé, és a bal talp élünk van a talajon. Megnyitjuk a mellkasunkat, és felfelé nézünk. Egyenletesen lélegzünk. Mély óron keresztüli belégzés. Majd kilégzésre lehelyezzük a tenyerünket a talajra, visszatoljuk a csípőnket, visszafeszítjük a bal lábfejünket, és aztán lassan, óvatosan, egyenes gerinccel ráhajolunk a bal lábunkra. Hogyha ez túl mély, akkor nyugodtan használhatunk bármilyen könyvet, vagy jogatéglát, ami segítségünkre lehet, és kinyújtott kézzel maradhatunk ebben a pózban. A lényeg, hogy a gerincünk egyenes legyen, és érezzük a nyújtást a lábunkban. Mély belégzés, engedjünk el minden feszültséget a lábunkból, a csípünkből, majd kilégzésre visszajövünk, felemeljük a bal térdünket, deszkapózba jövünk, Chaturanga Dandasana, felfelé néző kutyapóz, és kilégzésre lefelé néző kutyapóz. Jól megnyújtózunk, mély belégzés, majd kilégzésre előre ugrunk a matracunk elejére, félig felegyenesedünk, kilégzésre mélyen előre hajolunk, majd belégzésre felfelé nyújtózunk, és megérkezünk Samasthitihivel. Majd egy mély belégzéssel ismét felfelé nyújtózunk,
kilégzésre mélyen előre hajolunk, belégzésre félig felegyenesedünk, hátraugrunk deszkapózba, Chaturanga Dandasana, felfelé néző kutyapóz, majd kilégzésre lefelé néző kutyapóz, jól megnyújtózunk, belégzésre felemeljük a jobb lábunkat, behajlítjuk a térdünket, és a mellkasunk elé helyezzük, a jobb sarkunk az a bal csípőnkhöz közelít, és a hátsó lábunk egyenes, nem fordul ki. Majd egyenes háttal lassan, óvatosan előre hajolunk, hogyha ezt túl soknak találjuk, akkor maradhatunk egyenes, félig felegyenesedve, vagy a könyökünkön támaszkodva, vagy hogyha megy, akkor a karokat a fejünk fölé kinyújtva, teljesen előre hajolunk, mélyen lélegzünk, és jól megnyújtjuk a farizmunkat és a csípőnket. Egy pár percig ebben a pózban fogunk maradni, hogy maradjunk a légzésünkkel, és engedjünk el minden feszültséget. Egyenletesen lélegzünk, mély belégzés órunk keresztül, majd kilégzés. Majd lassan, óvatosan, lépegetve felnyújtózunk, kiegyenesítjük a bal lábunkat, és visszalépünk lefelé néző kutyapózba. Jól megnyújtózunk egy mély belégzés és kilégzés erejéig, majd visszajövünk deszkapózba, Chaturanga Dandasana, felfelé néző kutyapóz és lefelé néző kutyapóz. Egy mély belégzés, és a következő kilégzésre a bal lábunkat emeljük fel, behajlítjuk a térdünket, és a mellkasunk elé helyezzük, ezúttal a bal sarok a jobb csípőcsonthoz közelít, majd lassan, óvatosan előre lépegetve, ahogy kényelmes, maradhatunk félig felemelkedve, vagy a könyökünkre támaszkodva, de hogyha megy, akkor kinyújtott karokkal előre hajolunk a sípcsontunkra, jól megnyújtjuk a bal farizmot, megnyújtjuk a csípőnket, és ügyeljünk rá, hogy a jobb lábunk az egyenes és aktív, nem fordul ki. Élvezzük ennek az ászenának a pozitív hatását az egyenletes légzésünkkel. És fújjunk ki minden feszültséget és minden zavaró gondolatot. Belégzés, és aztán a következő kilégzéssel lassan, óvatosan felemelkedünk, majd felemeljük és kinyújtjuk a lábunkat, és visszatoljuk magunkat lefelé néző kutyapózba. Majd egy mély belégzés és egy kilégzés után előreugrunk a matracunk elejére, Malasanába. A tenyereket összeérintjük a mellkasunk előtt. Én idejövök középre a matrachoz, hogy lehessen látni a következő gyakorlatsorozatot. Tehát a tenyereket a mellkasunk elé összezárjuk, és mindkét könnyékkel próbáljuk hátratolni a térdünket, és egy aktív nyújtást adni a csípőnknek. A hátunk egyenes, és egyenletesen lélegzünk.
Majd a következő kilégzésre a jobb karunkkal felfelé nyújtózunk, a bal kezünket szintén kiegyenesítjük. Ha szeretnénk, akkor átkulcsolhatjuk a hátunk mögött, és megfoghatjuk a jobb csuklónkat, és a jobb vállunk fölött nézünk felfelé. Majd kilégzésre visszaegyenesítjük a karokat, és aztán visszajövünk középre. A tenyerek a szívcsakra előtt, egy mély belégzés, és kilégzésre a jobb karunkkal nyújtózunk felfelé, a bal karunk szintén a talajon van, és hogyha szeretnénk, akkor megfoghatjuk a bal csuklónkat a hátunk mögött, és a bal vállunk fölött nézünk felfelé az ég felé, és egyenletesen lélegzünk. Még egy mély belégzés, kilégzésre visszanyújtjuk a karokat, a tenyereket összeérintjük a mellkasunk elé, és aztán kilégzésre leülünk a matracunkra, és a külső talpélek összeérnek, a sarkatagát közelébe helyezzük el, a térdek szétnyílnak, és a talajhoz közelednek, és megérkezünk cipészpózba, Baddha Konászanába. Be is melegíthetjük a csípőnket felle mozgatással, egyenes a hát, egyenletesen lélegzünk, óron keresztül be, és kilégzés. Még egy mély belégzés, és aztán kilégzésre lassan, óvatosan a homlokunkkal közelítünk a lábfejünk felé, és előre hajolunk. Csak olyan mélyre hajoljunk, amennyire kényelmesnek tartjuk, soha ne erőltessünk egy ászanát sem, hogyha még nem vagyunk rá készen, idővel ez fog jönni, csak türelmesnek kell lennünk. Kilégzésre visszajövünk középre, és aztán feltoljuk magunkat térdelő támaszba, és visszaengedjük a csípőnket a sarkunkra, és megpihenünk gyermekpózba. Ha szeretnénk, akkor a karokat a combunk mellé helyezhetjük az aktívabb pihenés érdekében, ellazítjuk a vállunkat, és egy pár belégzés és kilégzés erejéig megpihenünk ebben az ászanában. Ügyelünk az egyenletes légzésünkre. Kilégzésre a tenyereket a vállak alá helyezzük és felnyújtózunk, majd homorítunk, és kilégzésre a homlokot a térdhez közelítve domborítunk, még egy hullámzó mozdulattal felfelé nyújtózunk, majd kilégzésre domborítunk. Majd a következő belégzésre felegyenesedünk, és megérkezünk Vajrasanába, azaz gyémántpózba, a tenyerek a combon pihennek, de ha szeretnénk, akkor szétnyithatjuk a lábunkat matrasz szélességűre, és ügyeljünk arra, hogy a térdek azok nem nyílnak szét, és megérkezünk hőspózba, a két lábfejünk között ülünk, majd mély belégzéssel felfelé nyújtózunk, és kilégzéssel leeresztjük a karokat, még egyszer felnyújtózunk, és kilégzéssel leeresztjük a karokat, majd még egy új utolsó belégzés felfelé, és leeresztjük a karokat a szívközpont elé, meghajtjuk a fejünket, megköszönjük magunknak ezt a nagyszerű gyakorlatot, és én is megköszönöm nektek, hogy velem tartottatok ebben a videóban, váljék egészségetekre, namaszté!